Kedves kollégák, barátok! A COVID-19 járvány kapcsán olyan helyzetbe kerültünk, amit néhány héttel ezelőtt el sem tudtunk képzelni. Úgy gondoltuk, hogy mint oly sok minden más, ez is csak tőlünk távoli földrészek problémája marad. Ma, március 30-án az itthoni járványhelyzet még mindig viszonylag konszolidált. Vihar előtti csendben várunk és olvassuk olasz, spanyol, amerikai kollégák beszámolóit a frontvonalból, valamint az itthoni előrejelzéseket. Ez a helyzet alapvetően befolyásolja társaságunk működését is. Az év hagyományosan legerősebb tavaszi kongresszusi periódusát a járvány elfújta, sorra maradnak el közkedvelt rendezvények, köztük, mint legfájdalmasabb, a Fiatalok Lillafüredi és az MKT májusi Balatonfüredi kongresszusa. Ma azt sem tudjuk biztosan megmondani, hogy ezek közül melyiket és mikor tudjuk pótolagosan megtartani. Bár reménykedünk, hogy az ősz folyamán az élet visszaáll a normális kerékvágásba. A kényszerű fizikai izoláció idején is van azonban lehetőségünk és létező technikánk, hogy kommunikáljunk egymással, ami most még fontosabb, mint korábban bármikor. Az MKT honlapján néhány napja létrehoztuk a COVID-19 fejezetet, ahol a járványnak a kardiovaszkuláris vonatkozásaival kapcsolatos tartalmat osztunk meg. Egyelőre külföldi közleményeket, webkonferenciákat, de amint lesznek hazai tapasztalatok, természetesen ezeket is elérhetővé tesszük. Tervezzük azt is, hogy időről időre a keletkező új információkat magyar nyelven is összefoglaljuk a tagság és minden érdeklődő számára. A szívbetegségek nem tartanak szünetet a járvány ideje alatt sem. Mi sem tarthatunk szünetet, ismereteink szinten tartásában, frissítésében. Most hagyományos kongresszust ugyan nem rendezhetünk, de tájékoztathatunk az internet kínálta lehetőségek kihasználásával, webkonferenciákkal, webtartalmak készítésével. Ehhez a segítséget ipari támogatóink közül többen felajánlották. Titkárságunk változatlan elérhetőségekkel továbbra is folyamatosan működik, és az információk megosztásához megad minden segítséget. Kérem, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mobilizálható energiánkat és időnket próbáljuk erre is felhasználni. A fáskultság legyőzését is segítheti, ha a járvánnyal kapcsolatos információk mellett figyelni tudunk szakmánk újdonságaira is. Végül a legfontosabb. A járvány különösen nehéz helyzetbe hozza a szívbetegeket, a mi betegeinket, több okból is. Egyrészt ők azok a többi idős, krónikus beteggel együtt, akik a leginkább veszélyeztetettek. A vírusfertőzés által nem érintett betegek számára pedig a jelen helyzetben megnehezül a hozzáférés a túlterhelt egészségügyhöz, ráadásul kommunikációs csapdába is kerültünk. Egyfelől azt tanácsoljuk, hogy aki teheti, maradjon otthon, és különösen maradjon távol a kórházaktól, rendelőintézetektől, hiszen a járvány terjedésének lassítására ma ez a leghatékonyabb eszközünk. Eközben most is vannak olyan szívbetegek, akiknek azonnali ellátásra lenne szükségük, de ebben a helyzetben bizonytalanok. Külföldi adatok már most jelzik, hogy az akut infarktusos betegek gyakran később keresnek orvosi segítséget, és sokszor rosszabb állapotban, kardiogén sokban kerülnek a PCI centrumokba. Hasonló veszélynek lehetnek kitéve a ritmuszavaros és a progresszív szívelégtelenségben szenvedők is. Fontos, hogy erre a veszélyre a figyelmet felhívjuk, és megpróbáljunk mindenki a saját ellátási területén olyan kommunikációs csatornákat kialakítani, amelyeken keresztül a betegek távkonzultációt folytathatnak a kardiológusukkal. Így csökkenthetjük mind az elkerülhető orvos-beteg találkozásból, mind az annak elmaradásából származó veszélyeket. Ne feledjük, a szívbetegségek
ma is több áldozatot követelnek, mint ahány beteget a COVID-19 járvány miatt elveszítünk. Kedves kollégák, kérem, hogy tegyünk meg mindent a betegek és saját magunk testi-lelki egészségének megőrzése érdekében. A social distancing fogalma csak a fizikai távolságtartást jelentse, és ne váljon szociális, érzelmi izolációvá. Vigyázzunk magunkra, családunkra és betegeinkre, ősszel találkozunk.